Rögtön szett zenei bemutatóval kezdődött a szombati tanítási nap a Tolnai Gimnáziumban. A hosszú hétvége miatt elrendelt oktatást rendhagyó tanórákkal tették élvezhetőbbé az iskola pedagógusai. Egyrészt így próbálták elérni, hogy a kötelező hétvégi oktatási nap ne legyen túl megterhelő a gyerekeknek, másrészt az is a célok között szerepelt, hogy a fiatalok kötetlen formában testközelből ismerkedhessenek meg a különböző tudományágak legfrissebb ismereteit naponta alkalmazó szakemberekkel. A mai napon úgynevezett rendhagyó órákat terveztünk, nem is akármilyeneket. Úgy gondoljuk, hogy a gyerekek kicsit mástól is hallják a tudománynak bizonyos megállapításait, vagy az őket körülvevő világnak néhány érdekességét, és ezzel talán egy kicsit tudjuk motiválni is a gyerekeket, illetve lehet, hogy még a pályaválasztást is elősegítheti. Próbáltunk olyan előadókat hívni, egyrészt akiket ismerünk, másrészt nem mindenkit ismertünk személyesen, vagy egészen pontosan csak a munkájukat. Így a Tolnai Öregdiák Egyesülettel együtt hívtuk meg dr. Papp Norbert professzor urat, aki egy kutatócsoporttal feltárta a Szulajmán türbéjét, síremlékét Szigetváron, és most majd arról fog még beszélni, hogy azóta mi történt, tehát azóta már Mohácson is kutatnak. Nekünk most az a feladatunk, hogy jövő év december 31-ig, tehát 2019. december 31-ig ezen a területen, tehát az állókkal, falakkal körülvett térségben befejezzük a kutatást, és 2019 végére a jelentést ezzel kapcsolatban elkészítsük, ezt nyilván a kormánynak átadjuk, és majd 2020 körül fog újra napirendre kerülni ez az ügy. Papp Norbert a szigetvári Szulajmán feltárást vezető geográfus történés számolt be az 5. éve tartó kutatásaik legfrissebb eredményéről elsőként. A tudósok hadából álló csoport az ő vezetésével találta meg a szigetvári Turbéki szőlőhegyen 324 év után az elveszett oszmánvárost. Először a Türbét 2015-ben, majd a Dzsámit 2016-ban, és 2017 felfedezése volt a három szárnyból álló dervis kolostor. Amit most láttunk, ugye ez a dervisek által belakolt, illetve a használt tér, úgy ugye ez a szent kerület, illetve a katonaság állomásozott, ami azon kívül volt a polgári lakosság, azt még el sem kezdték. Tehát van egy valami elképzelésünk, hogy ezek a mahallék hogyan helyezkedtek el, és jövő tavasszal gondolom, hogy fogunk tudni sor keríteni arra, hogy pontosabban meghatározzuk ezeket a fontos létesítményeket. Az igazán érdekes, egy jelentős régészeti kutatás hátterét is feltáró előadás mellett a diákok az élelmiszerbiztonsággal is testközelből ismerkedhettek meg. A Nébih egyik szakemberét szintén az akadémia doktora, a professzor, tehát őt hívtuk meg, hogy beszéljen a Nébih tevékenységéről, és hát ennek kapcsán nagyon sok érdekes téma fölmerül, az élelmiszerbiztonságról, génmódosított élelmiszerekről, amely gyerekeket nagyon érdekelte. Több generáción keresztül kineveltünk egy új fajtát, az is genetikailag modifikált, mert egy új fajtának, növénynek vagy állatnak a genomja, a DNS-e, a szekvenciája nem felel meg az eredeti vad fajtának, vagyis tulajdonképpen az is genetikailag modifikált. Szóval Magyarország ellenzi a genetikailag manipulált fajokat, vagy fajtákat, ami más. A
Nyitott Bíróságok program keretében a járásbíróság egy bírónője beszél a gyerekeknek egyrészt magáról a pályáról, jogászi pályáról, illetve hát a napi tapasztalatairól, hiszen fiatalkorúak büntető ügyeivel találkozik nap mint nap. Valószínűleg interaktívvá alakul majd ez az előadás, ez a foglalkozás. Ezen kívül az iskola jellegéből adódóan egy különlegesnek mondható előadást is hallgathatnak a diákok. Egy tolnai hölgy többször végigjárta az El Camino zarándokutat, és erről fog szintén interaktív módon előadást tartani. A hetedikeseknek ez egy kicsit sok lenne még, ennyi tudomány, úgyhogy velük az Egyházmegye munkatársa, szintén tanár, kollega foglalkozik méghozzá ilyen életstratégia program keretén belül szintén interaktív foglalkozásra kerül sor, ami biztosan érdeklődés, nagy érdeklődésre tart számot a diákok körében, nagyon szeretik ezeket a foglalkozásokat. Kolléganő, az általános iskolában tanít a kolléganő. Nagyon sok felé járt már a világban, sok felé utazott, és most éppen legutóbb Sri Lankán járt, és erről tart egy ilyen élménybeszámolót, egy rendhagyó földrajzóra keretében. Tehát elég nagy a kínálat, és tényleg a gyerekek választhattak, hogy mit szeretnének meghallgatni, melyik előadásba szeretnének bekapcsolódni, és remélem, hogy ez a nap kicsit valóban rendhagyó lesz abban a szempontból is, hogy még jobban fölkelti a gyerekek érdeklődését a tudás iránt. A diákok természetesen a modern kor legelőremutatóbb technikai fejlesztéseibe is betekintést nyerhettek. Egy picit az informatikával is foglalkozhatnak a gyerekek, a 3D-s nyomtatóval, illetve programozással, akit ez érdekel, hiszen erre órákon nem nagyon van lehetőség. Egy volt diákunkat hívtuk meg, aki az úgynevezett okos tányérról fog beszélni, előadást tartani, a táplálkozásról, egészséges táplálkozásról tart előadást a diákoknak. Hiszen szervezetünkben ez a zsírfajta nélkülözhetetlen, és talán nem is gondolnánk, de hazai halfélénk közül a busában megtalálható, mint akár mondjuk például egy nazatban, vagy egy tomhalban. Ez a busa, ez úgymond számunkra, legalábbis a köztudatban egyértelműen halnak számít, talán az íze miatt, mert ez mind az ételkészítésen múlik.